Még bontatlan bútorokkal, építő anyagokkal teli helyiségek. Ez fogadja jelenleg a látogatót a bátaszéki Németházban. Jól látható, hogy az épület korszerűsítése elkezdődött. Az első ütemben rendbe teszik a klubhelységet, kicserélik a nyílászárókat, a padlót, majd az elektromos hálózat korszerűsítése történik meg. Ezután a vizes blokk kialakítása következik, mondta el Kardos Gábor, a bátaszéki Német Egyesület elnöke. Mi pályáztunk most a járványhelyzet alatt a németországi belügyminisztériumhoz egy regionális találkozási pontra. Ez azt jelenti, hogy nem csupán Bátaszék számára, de a régió németsége számára szeretnénk egy olyan lehetőséget teremteni, hogy érdemes legyen ide Bátaszékre látogatni. Az épületben helyet kap egy német könyvtár, egy honni és népismereti tárlat, valamint egy konditerem, teakonyha is. Továbbá egy olyan terem, ahol nagyobb összejöveteleket lehetne megtartani. Egy rendezvénytermet szeretnénk, még egy olyan rendezvénytermet, ahol meg lehet tartani akár egy olyan egyesületi összejövetelt, egy disznótoros vacsorát le lehet akár bonyolítani, egy születésnap névnapra ki tudnánk adni, illetve hát az egyéb felmerülő igényeket is ki tudná elégíteni, kiszolgálni ez a rendezvényterem. A régió német nemzetiségi oktatási intézményeit szívesen fogadják majd ezen az úgynevezett regionális találkozási ponton. De a nyári tánctábor, hon és népismereti tábor helyszíne is lehet majd ez az épület. Forrás pedig mindehez a Németországi Szövetségi Belügyminisztérium, valamint a Magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériuma ad majd.